Óbecse község elnöke Vuk Radojevics megtekintette az Óbecsei Közgazdasági Kereskedelmi Iskola felújított tantermeit. A munkálatokra a községi költségvetésből körülbelül 6,5 millió dinárt különítettek el. Két éve ugyanis kezdett beomlani az emeleti két tanterem plafonjának egy része, ezt követően az építési felügyelőség megtiltotta a használatukat, és másfél évig nem használták őket. Óbecse község a költségvetés módosításával határozta meg a forrásokat az emelet egy részének rekonstrukciójára. Négy tanterem és a folyosó lett felújítva, a plafonokat leengedtük, és legelőször a padlástér lett rekonstruálva, majd a megvilágítást is lecserélték, lecsiszolták a parkettát. Gránitlapok lettek letéve a folyosón, és belettek festve a nyílászárók. Ma igazán örömömre szolgál meglátogatni a közgazdasági iskolát ebből a szép alkalomból, hogy Óbecse község költségvetéséből 6,5 millió dinárból felújították a tető és a padlás egy részét, valamint négy tantermet. Ezzel a beruházással mindenképpen hozzájárultunk az iskola fejlesztéséhez, hogy a tanulók és a tanárok is kellemes és biztonságos környezetben dolgozhassanak. Ez csak egy lépés abban a sorozatban, amit Óbecse község tesz a fejlesztések irányába, hiszen továbbra is azt vallom, hogy az oktatásnak nincs alternatívája. Ezért Óbecse község az elkövetkező időszakban is jelentős eszközöket fog elkülöníteni községünk teljes tanügyi közössége javára. A Közgazdasági Kereskedelmi Iskola idén ünnepli fennállásának 75. évfordulóját, amivel az intézmény minden dolgozója és minden tanulója büszkélkedhet, de Óbecse község is, hiszen büszkék lehetünk arra, hogy ilyen minőséges oktatási intézményünk van itt Óbecsén, amelybe a környező községekből is érkeznek diákok. A közgazdasági iskola mintegy 5,5 millió dináros projekttel pályázott az igazságügyi minisztériumnál az emelet másik részének rekonstrukciójára. A pályázat eredményére azonban még várni kell. Egyébként ennek az 1882-ből származó idős épületnek a teljes rekonstrukciójához körülbelül 57 millió dinárra van szükség. A szintén prioritásnak számító tető javításához mintegy 18 millió dinár szükséges, míg a földszint mintegy 26 millióba kerül. Óbecse község után az egyik legjelentősebb helyi partnereink a szülők. Mi összegyűjtöttük a szülői hozzájárulásokat, melynek összege 2000 dinár plusz 500 dinár a tanulók biztosítása. Mi az idei tanévben ebből az összegből számítógépeket vásároltunk 730 ezer dinár értékben. Mi tehát folyamatosan felújítjuk a számítógépeinket. Ebben az iskolában nincs 5 évnél idősebb gép. Azokat a számítógépeket pedig, amelyeket nem használunk, más iskoláknak adományozzuk. Például a Szevert Gyurkicsnek, a Bratstvónak, a Samu Mihály iskoláknak adományoztunk. És ezt az elkövetkezőkben is folytatni fogjuk, hiszen ezek olyan számítógépek, amelyek még használhatóak az oktatásban. Szerbia kormányának döntése értelmében kedden véget ért a tanév. A közgazdasági iskolában a hét végéig tartanak az érettségi vizsgák, ezt követően június 20-áig a délelőtti váltásban lehet javítani az osztályzatokat. Szintén a tanulók egy része június 20-áig blokk és gyakorlati órákon van.